A riport érdekes eseményről szóló emberközpontú műfaj, amely a helyszínen vagy helyszíni tapasztalatok alapján az illetékesek megszólaltatásával készülő televíziós tudósítás. Készítője a riporter. Márki-Zay úrtól szeretném megkérdezni, hogy a hetedik frakció ötlete elvetette már, és az elmúlt napok tárgyalási során kapott-e valamit? Péter, ebben a két napban nyilatkozunk, akkor ezt megkérdezünk. Ádám, nagyon szépen. Én szívesen válaszolok, de a Judit azt mondja, hogy a témához ragaszkodunk. Ragaszkodunk a témához, hogyha... Ez hozzátartozik a témához, hiszen Ádám. Az ellenzéki összefogás sem a sejét. Válaszolhatok? Nem, mert akkor sajnos felborítjuk a rendet. Ádám, megteszed nekem, hogy a kérdést. Köszönjük szépen. Márki-Zay Péter épp hogy megkapta a szájzárat, le is vette magáról, hiszen tudjuk jól, hogy a lételeme a véleményének, a programjának a kinyilvánítása. Bevallom, én arra tippeltem volna, hogy újdonsült felügyelője, Péterfi Judit, nem engedi neki, hogy megtartsa a szokásos vasárnap esti bejelentkezését, de mégis megtette. Megtette, és döbbenetes dolgokat mondott. Fideszben egyébként van néhány zsidó is, bár elég kevés. Szóval Márki-Zay Péter pontosan számon tartja, hogy mennyi zsidó van a Fideszben. Sőt, ezt ő még kevésnek is ítéli. Volt már rá korábban példa, hogy politikus listázni szerette volna azokat a képviselőket, akik zsidók. Én úgy gondolom, hogy pont itt lenne az ideje egy ilyen konfliktus kapcsán annak, hogy felmérjük azt, hogy az itt élő és különösen a Magyar Országgyűlésben és a magyar kormányban hány olyan zsidó származású ember van, aki bizonyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent Magyarország számára. Ez a Gyöngyösi Márton most már pont annak a baloldalnak a szerves része, európai parlamenti képviselője, mint Márki-Zay Péter. Azt hittük, hogy ezt a gondolatiságot elfelejthetjük örökre, de megérkezett Márki-Zay Péter, és vállalhatatlanul beszélt. A baloldal miniszterelnök jelöltjének kijelentéséről egyébként megkérdeztem a baloldali szövetségeseit is. Utoljára az önök pártársa szerette volna listázni a zsidó képviselőket a parlamentben. Márki-Zay Péter most ezt folytatja, ezt a hagyományt? Mikor Gyöngyösi Márton azt a bizonyos kijelentést tette a parlamentben, ha jól emlékszem, 13-ban talán, amikor a zsidó képviselőket... Akkor nem voltak képviselők. És akkor arról mit gondol, mert csak ez nagyjából azt a hagyományt idézi fel. Azután mi elmondtuk, hogy mit gondolunk erről. Tüntettek is szerintem. Így van. Így van. Most is fognak tüntetni Márki-Zay Péter miatt? Biztosan nem fogunk tüntetni, együtt fogunk dolgozni, és le fogjuk váltani ezt a kormányt. Ön szerint tart ilyen listát Márki-Zay Péter, hogy összeszámolja, hány zsidó van a Fideszben? Gondolom, a Fideszben vannak keresztények is, zsidók is, más vallásúak is, ateisták is. Nem látom, hogy mi a probléma azzal kapcsolatban, hogyha ez szóba kerül. Ez tökre igaz, amit mondott egyébként. Én is úgy gondolom, hogy egy ember nem az határoz meg, hogy milyen vallású, vagy milyen nemi identitása van, vagy milyen a bőrszíne, hanem hogy jó vagy rossz ember. De Márki-Zay Péternél mindig egy folyamatosan előkerülő téma az, hogy mondjuk valaki homoszexuális, cigány, vagy éppen zsidó. Ez miért van ön szerint? Vagy éppen keresztény, vagy ateista, vagy baloldali, vagy jobboldali. De hogy ez miért fontos neki? Azért fontos, mert épp azt a sokszínűséget mutatja be, hogy mennyi félék vagyunk, mennyire különbözőek vagyunk sok tekintetben. De miért mégis, fontos ez? Miért nem elég az, hogyha csak emberek vagyunk, magyar emberek? Magyar emberek, akik változást akarnak, akiknek elege van abból a romlott, züllött erkölcsű hatalomból, amit a Fidesz jelenít meg. Önnek például a személyes életében fontos az, hogy mondjuk egy barátja, nem tudom, homoszexuális, zsidó, keresztény, vagy bármi, nem elég az, hogy mondjuk a barátja, mert egy jó ember és egy jó magyar ember? A legfontosabb politikailag persze az, hogy jó ember vagy rossz ember változást akar, vagy ezt a borzalmas hatalmat szolgálja továbbra is, ahogy azt önök teszik. De ez önnél belefér, hogy mondjuk Márki-Zay Péter ilyen hangnemben beszéljen? A Fidesz nagyon jó a gyűlöletkeltésben, és amikor valaki erre rávilágít, akkor támadásban, hogy átlátjuk ezt. A zsidó szervezetek ítélik el Márki-Zay Péter kijelentéseit, az nem jelzésértékű? Nem hallottam még ilyenről. Mondom, itt Kardos főrabbi úr például ilyen volt, aki kikelt ez ellen a kijelentés ellen. Majd tájékozódom a témában. Márki-Zay Péter az ámokfutását aztán az ATV-ben folytatta. A fideszes képviselők között hányan vannak zsidók például, ez akkora felháborodást keltett a zsidókörökben is. Ja, nem hiszem. Ez mitől téma, hogy ki zsidó a Fideszben és ki nem? És hogy hányan arról, vannak? Persze, ez miért beszéltünk téma? Már a cigányságról, a melegekről. De ez miért téma? Szokjanak hozzá, hogy őszintén fogjuk kezelni ezeket a kérdéseket is. De ez nem őszinteség, ez szerintem például a tapintatlanság. Nincsenek. Milyen tapintatlanság, bocsánat? Hát zsidózni. De miért? Ki zsidózott? Ön nem zsidózott? Nem, ellenkezőleg. Ez korábban nem volt divat, legalábbis nem ezen az oldalon nem. Bocsánat, itt nincs olyan oldalak.
tisztességes magyar emberek vagyunk, és tessék elfogadni, hogy a zsidók, a cigányok, a melegek is ugyanolyan tisztességes magyar emberek. Aki ezt erről... senki nem kérdőjelezte meg. Ennél az asztalnál biztos nem. Nem ez volt az első antiszemita kirohanása Márki-Zay Péternek. Megtette ezt már a tavalyi évben is. Honnan kapja a pénzt Bohár úr? Maga honnan kapja? Egy melegházasságban élő zsidó tanácsadója Orbán Viktor. Honnan kapja a pénzt? Antiszemita zsidó melegházasságban élő maga honnan kapja a pénzt? Bohár. Érthetetlen, hogy még szabad lábon van. Ezt már Brajer Péter mondta. A Heti TV igazgatója felidézte, hogy Magyarországon zéró tolerancia van az antiszemitizmussal szemben. Ha már ebbe az országba zéró tolerancia van, akkor nem értem, hogy Márki-Zay Péter hogy sétálhat szabadlában. És most innét szeretettel a Pesti TV képernyőjéről meghívom, hogy ugyan jöjjön már be hozzám. Hát eleinte annyira akart, én nem nagyon szerettem volna. Hogy kérdezzem meg tőle, talán nem fogok futni utána, mint te, mert esetleg hasra esek, és akkor kár lenne értem, hogy még el is törik valamim. A Heti TV vezetője már akkor elkezdett gyanakodni, hogy valami nincs teljesen rendben Márki-Zay Péterrel, amikor elmondta az előválasztási győzelme utáni beszédét. Azzal kezdte, hogy a cigányoknak, a zsidóknak, aztán a kopaszoknak, a fogyatékosoknak, akkor én teljesen ledöbbentem, és akkor elkezdtem, tehát akkor úgy éreztem, hogy itt baj van, és lehet, hogy jó, hogyha az útlevelem a zsebemben van, mert itt nekem nem fog sok jó teremni, mert kopasz is vagyok, fogyi is vagyok, ráadásul még zsidó is vagyok, és akkor úgy folytatta tovább, és azt hittem, hogy ez lányos zavarában hirtelen, miközben elmondta, hogy ő mennyire keresztény, hát a keresztények egy csomó dolgot nem csinálnak, amit ő csinál, meg mennyire jobboldali az én, olyan jobboldaliak, akiket én ismerek, azok jobbérzésű jobboldaliak, mert a szélső jobb, meg a radikális jobb nem összekeverendő a jobb oldaliakkal. Tehát itt ilyen teljesen, ahogy szoktam mondani, francia saláta problémák vannak, amin már az összekötő a majonéz ilyen szalmonellákba így táncol, mindazt már annyiszor idéztem önmagamat, tehát ővele baj van. Brajer Péter úgy véli, hogy ha valamilyen úton, módon Márki-Zay Pétert választanák meg Magyarország miniszterelnökének, akkor sokan mennének el az országból. Az Isten mentse meg minket attól, hogy ő akár egy frakcióvezető legyen, nem hogy miniszterelnök, mert akkor azt hiszem, hogy még többen fogják majd kiváltani az útlevelüket és odébb állni. Nem hiszem, hogy ebből bárki is kér. Ha csak megnézzük, amit az egészségügyről gondol. Egyszer már egy szocialista kormány koalícióban volt egy másik párttal, aki ugyanezért végül vége lett a házasságnak, és válniuk kellett. Akkor miről beszélő? Történelem. Át kéne lapozni, hogy ki mikor mit mondott, és annak reményében. Szerintem az ő megjelenése, az ő mindennapjai azok, akarjuk vagy nem akarjuk, a gyűlöletkeltésnek a non plus ultrája. Legyen ez az amerikai halott tanácsadó, legyenek a mindennapi fogyatékosok, kopaszok és zsidók, vagy akár a cigányok, nem lehet mindig mindent velünk kezdeni. Abba kéne hagyni, és hagyjon ő békén. Én mondom, hogy minket a zsidókat hagyjon békén, de lehet, hogy az össznépi magyar társadalmat hagyjon minket békén, és vezesse Hódmezővásárhelyet addig, amíg a mandátuma le nem jár. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint más országban ilyen esetben a kijelentéstevő politikusnak azonnal le kellene mondania. Ezek szerint Márki-Zay Péter a politikai ellenfeléjének a tagjainak nem csak a szexuális orientációját, hanem a vallási hovatartozását is számon tartja. Szerintem ez nyilvánvalóan egy antiszemita megjegyzés. És elkezdtem gondolkozni azon, hogy Nyugat-Európában van-e bárhol olyan jobb vagy baloldali párt, ahol számon tartják a politikai ellenfelek szexuális orientációját, vagy éppen vallási hovatartozását. Hát bárhogy kutatok az emlékeimben, ilyet nem találok. Sőt, azt is mondom, hogy ha valaki Nyugat-Európában miniszterelnök jelöltként azt mondaná, hogy ő tudja, hogy ki a zsidó vallású vagy nemzetiségű a politikai ellenfeleinek körében, és ezt ő kevésnek tartja, hát azt gondolom, hogy Nyugat-Európában egy ilyen politikus azon a napon, azonnal le kellene mondania, mert olyan lenne a társadalmi nyomás vele szemben, és olyan reakciókat váltana ki.
teszem hozzá, teljes joggal. Márki-Zay Péter Budapesten tartott utcafórumot, amikor egy fővárosi hölgy kérdezte meg tőle, hogy miért kell állandóan zsidózni. Én zsidóztam a Fidesz. Igen, az nem kevés van a... De az zsidózás, bocsánat. Igen, igen, hát akkor valószínűleg megszámolt, hogy kevés. Dehogy számoltam, nem? Akkor honnan vett egy kevés? Hát hány az, aki fölvállalja? De miért kell olyanról beszélni, amit nem vállal föl valaki? Azt mondta kevés, azt mondta kevés van. Én csak saját magam nevében iratkozom. Nem tudok mit csinálni. Úgyhogy nagyon sok mindent torzít, de engem nem érdekel, csak azt mondom, hogy ne zsidózzon. És nem mondogassa azt, hogy egy pártban hány buzi van és hány zsidó van. Mert ez nagyon nem tetszik, ez senkinek nem tetszik, higgyél. Márki-Zay Péter aztán tovább ismertette a baloldal programját azzal, hogy bejelentette, privatizálná a kórházakat. Ez nem újdonság, hiszen ezzel már az MSZP-SZDSZ kormány Megyesi Péter, majd Gyurcsány Ferenc vezetésével is próbálkozott. 2003. júniusában olyan törvényt nyújtottak be az országgyűlésnek, amely meghatározott feltételek mellett lehetővé tette volna a magántőke kisebbségi tulajdonosként való bevonását az egészségügy üzemeltetésébe. A jogszabály után a Fidesz az Alkotmánybírósághoz fordult, amely év végén megsemmisítette a törvényt. Ennek ellenére Márki-Zay Péter újra megpróbálná. Meg vagyok győződve róla, hogy ezen az állapoton, ami ma van, ezen csak egy drasztikus magánosítás segíthet. Később Márki-Zay azzal folytatta, hogy az egészségügy üzlet, és illúzió azt hinni, hogy van ingyenes egészségügy. A szomorú igazság az, hogy minden üzlet, álszentség lenne azt mondani, hogy az egészségügy nem üzlet, őszintén szóval nyugodtabb vagyok, ha az egészségügy üzlet, mint hogyha nem üzlet. Sőt, Márki-Zay szerint azért is fontos fizetőssé tenni az egészségügyet, mert akkor fűszoknyás lányok szolgálhatnák fel a mojitót a kórházakban. El akkor fűszoknyás lányok mojitót szolgálnak fel, hogyha valakinek a biztosítása vagy a saját pénztárcája azt is felezi, de hogy normális szolgáltatást nyújtva szinte azonnal tudnak időpontokat adni, és nagyon gyorsan elvégzik ezt a vizsgálatot, az garantált. Márki-Zay Péter legtöbbször az egészségügy magánosítása kapcsán az amerikai példát hozza fel. Ott tulajdonképpen magánbiztosító kezében van az egészségügy finanszírozása, alapvetően magánbiztosítási rendszeren keresztül történik, tehát nagyon leegyszerűsítve ez azt jelenti, hogy ha valakinek van egy jól menő biztosítása, akkor ellátáshoz jut, minél több pénzt fizet, minél jobb vagyoni helyzete van, ergo a felső középosztály, illetve a leggazdagabbak engedhetik meg maguknak a megfelelő adekvát ellátásbiztosító jogviszonyt. Azok kapnak ellátást, akik valamilyen oknál fogva nem tudják fizetni a biztosítási összeget, vagy éppen betegség miatt nincs munkájuk, azok pedig nem kapnak ellátást. Ez egyébként Amerikában változott, éppen Obama elnöksége alatt. Hát Obama volt az, aki átvitte azt az új javaslatot, ami tulajdonképpen a lépéseket tett a szolidaritás alapú finanszírozás és kockázatközösség irányába. Tehát az a példa, amit Márki-Zay Péter emlegett, az amerikai modell, egyébként pont Amerikában egy ellentétes irányban kezdett el mozdulni az a modell, amit ő egyébként követendőnek tart. Tehát maga a példa is rossz, teljesen rossz, abban az országban is rájöttek egyébként a politikusok és az emberek is, hogy olyan nagymértékű társadalmi feszültségeket, igazságtalanságot termel a rendszer, amit muszáj kezelni. Magyarországon Gyurcsány Ferencék vezették be a vízidíjat, a kórházi napi díjat. Azonban a magyar emberek ezt népszavazáson szavazták le. Ennek ellenére erőltetné a fizetős egészségügyet Márki-Zay Péter. Egy olyan politikát képvisel, ami tulajdonképpen teljesen ellentétes az emberek akaratával, nem is veszi figyelembe, de mondom még egyszer, ez nem az ő ötlete, ez valójában Gyurcsány kormány, Bajnai Gordon, Megyesi Péter is. Ismerősek ezek a nevek, de még mehetünk tovább is, vagy vissza még hátrébb az időben. Ugye már 90-es években elindult az akkori baloldali, illetve balliberális kormányok alatt az egészségügy részleges privatizációja. Ugye ez azt jelenti, hogy kimazsolázták a profitábilis szolgáltatásokat, azokat leépítették az állami rendszerben, elbocsátottak egészségügyi dolgozókat, 6000 egészségügyi dolgozótól váltak meg a baloldali kormányok. Maurer Szemere szerint Márki-Zay Péter, amikor az egészségügy átalakításáról beszél, akkor nem számol a már 2 éve velünk lévő világjárvánnyal. Amit Márki-Zay Péter mond, egyrészt részben zavaros, hogy pontosan ő mit szeretne, mert maga a példa, amit említettem, az teljesen rossz. És ráadásul ugye nem veszi figyelembe, ami számomra teljesen megdöbbentő, nem veszi figyelembe a járvány által teremtett új helyzetet.
hiszen a világ mindegyik országában, főleg nyugaton jöttek rá arra, ahol egyébként korábban büszkén azt hallották, hogy igen, racionalizáltuk az egészségügyet, leépítettük a kórházi ágyakat, a felesleges kapacitásokat megszüntettük. Mennyiszer hallhattuk ezeket a lózungokat különböző egészségügyi közgazdászoktól a járványt megelőzően. Bezzeg Svédország áttért az otthonápolásra, bezzeg Spanyolországban éppen most építették le a kórházi ágyakat. Aztán jött a pandémia, amire senki nem számított. Egyébként persze mindig lehet számítani, de senki sem szólt előre, hogy pont 2020-ban egy példátlan mértékű világjárvány fogja megbénítani a világot, és ezzel együtt az országok egészségügyi ellátó rendszerét. És azt láthatjuk, hogy ezek a nyugati, skandináv, angol száz bezzeg országokban gyakorlatilag ellátatlanul feküdtek a betegek a folyosókon, nem jutottak be a kórházba, vagy éppen visszafordították őket, sokan otthon haltak meg. Én szerintem Márki-Zay Péter az elmúlt egy-másfél hónapban programot hirdetett. És nagyjából most már lehet látni, hogy mi a baloldal valódi programja. No, nem az, amit különböző papírokra szépen leírtak, ezt megtették 2002 között is, vagy 2002 előtt is. Aztán láttuk, hogy az akkor meghirdetett programjuk köszönő viszonyban sem volt azzal a gyurcsányi kormányzati politikával, amit utána megvalósítottak. Éppen ezért szerintem a baloldal esetében nem azt kell nézni, hogy mit írnak le papírokra, korábban is szépeket írtak le, teljesen más csináltak. Azt kell nézni, amit a baloldali miniszterelnök jelöltje, a baloldal miniszterelnök jelöltje a saját meggyőződéséből elmondott. És abból pedig teljesen világos a baloldal programja. 13. havi nyugdíj megszüntetése, rezsicsökkentés megszüntetése, minimálbér megszüntetése, az egészségügy piaci alapú váltétele, és ehhez még jön az is, ugye itt az elmúlt, vagy ezen a héten Gyurcsány Ferencnek is volt nem egy megnyilvánulása a bevándorlás ügyében, és teljesen egyértelműen nyilvánvalóvá tették, hogy továbbra is bevándorláspártiak, és Gyurcsány bizalmasa, Niedermüller Péter, Terézváros polgármestere azt is egyértelművé tette, hogy szerintük a kerítést el kell bontani, az morálisan vállalhatatlan, ahogy ő mondta. A legnagyobb veszélyt én nem abban látom, hogy itt tömegével jönnének a migránsok, hál' Istennek nem ismerek senkit, akit bántottak volna. Párizs, London, Brüsszel, Berlin. Csak néhány európai főváros, ahol az utóbbi években terrortámadásokat hajtottak végre migrációs hátterű emberek. Legutóbb pedig éppen szilveszter éjszaka molesztáltak olasz nőket migránsok Milánóban. Szóval lehet, hogy Márki-Zay senkit nem ismer, akit bántottak a bevándorlók, ennek ellenére ez ma Nyugat-Európában a hétköznapi helyzet. Én azt gondolom, hogy mindenkinek ebben mértékletességet kellene tanúsítania, és komolyan kellene vennie azt, hogy mi történt az elmúlt 6 évben Európában. Tehát, hogyha azt összesítjük, hogy hány száz ember halt meg Nyugat-Európában, hány ezer ember sérült meg, a szervezett bűnözés, hogy foglal teret magának elég, ha csak Svédországot nézzük, hogy a robbantásos merényletek nagyságrendekkel növekedtek meg, bandaháborúk vannak automata fegyverekkel, és mind-mind migrációs hátterű emberekhez köthető. És végén, de nem utolsó sorban, a legutóbbi a milánói események kapcsán is látjuk azt, hogy ebben most már az olaszok azonosították, hogy egyrészt voltak olyanok, akik másod-harmad generációsak, és vannak frissen bevándoroltak köztük is. Tehát az, ami Olaszországban történt, az mondjuk egy lakmuszpapír ebből a szempontból, hogy azok, akik nem találják a helyüket, illetve mivel nincsenek már olyan értékei Nyugat-Európának, amelyeket követendőként, mint egy meg is követelne, hogy ezek az életformával, biztonsággal együtt járó értékek, ezért aztán nem is követnek semmiféle értéket, és úgy gondolják, hogy nekik tulajdonképpen minden szabad. A baloldali programot ismertette Niedermüller Péter is, Gyurcsány Ferenc egyik legfőbb embere, aki szerint morálisan tarthatatlan a magyar határzár. Ennek a kormánynak az összes politikai megoldása az volt, hogy építsünk egy rohadt nagy falat, mindenkit nyomjunk ki ebből az országból, és nem foglalkozunk velük tovább. Ez több, mint embertelen, ez morálisan is tarthatatlan. A kerítésre gondol. A kerítés is morálisan tarthatatlan, és az egész, ahogy ez a kormány az
2015 óta ezt a politikát csinálja, ez szembe megy mindazzal, amit Európát jelentett, a humanizmussal, a szolidaritással, a toleranciával, a befogadással. Erre utal Gyurcsány Ferenc, és ebben abszolút igaza van. Ez a 22-es csapdája, mert ugye azt is mindig halljuk, hogy hát gyakorlatilag a kerítésre nincs szükség, hát Magyarországon nem történt semmi, ez egy biztonságos ország. Pontosan azért nem történik semmi, és azért élhetünk a Békeszigetén, mert működik a kerítés. És most már nem csak egy egyszerű kerítés van, hanem látjuk a felvételeket is, hogy egy kettős kerítésrendszer van, nagyon komoly biztonságtechnikai rendszer van, és ehhez társul egy élőerő is, és ez képes arra, hogy éves szinten azt a 100-150 ezer embert, aki 2021-ben megpróbált áttörni a kerítésen, ezt visszatartsa. Ha ez nem történik meg, akkor egy magyarországi megyeszékhely város nagyságú embertömeg az, ami belépne Magyarországra. És azért azt szögezzük le, hogy egy szuverén állam alapvető ismérve az, hogy a határait megvédi, és jogszabályokkal szabályoz, hogy kit enged be a területére. Ha ez nem történik meg, akkor az államiságot erősen zárójelbe kell tenni. Mikor ostobázott utoljára? Minden nap. Minden nap szokott ostobázni? Igen. De kit szokott ostobázni? Bocsánat, az ostobákat szoktam ostobázni. De ez tehát az, amikor valaki azt gondolja... Jó az, hogy folyamatosan ostobáz embereket? Én ennél sokkal csúnyabb szavakat szoktak mások használni. Én úgy gondolom, hogy az ostoba azért tökéletesen jól leírja azt a helyzetet. Minden nap szokott ostobázni? Minden nap, amikor megkérdeznek... És milyen helyzetekben szokott ostobázni? Hát például, amikor ideges? Nem. Amikor ideges, akkor mit mond? Nem, akkor haragsz. Bocsánat, feltette az összes kérdését, mehetünk a polgármester. Jó, köszönjük. Zsidózás, az idősek sértegetése, a rezsicsökkentés eltörlése, fizetős egészségügy, a bevándorlás támogatása és gyűlölet. Ez Márki-Zay Péter és a baloldal kínálata. Bevallom őszintén, hogy nem nehéz nemet mondani rá.